Hónapok óta tartó tárgyalás sorozat után hétfőn délután írták alá a megállapodást a 2021-es minimálbérről a szakszervezetek, a munkaadók és a kormány képviselői. A megegyezés úgy szól, hogy februártól 4%-kal nő a minimálbér, illetve a garantált bérminimum. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér bruttó 161 000 forintról 167.400 forintra, míg a garantált bérminimum bruttó 210.600 forintról 219.000 forintra emelkedik. Az év második felétől további 1%-kal nőhet a legkisebb bér összege, amennyiben a szociális hozzájárulás összege tovább csökken. Ebben az esetben a második fél évben már bruttó 169.000 forintos minimálbérrel és 221.200 forintos bérminimummal lehet számolni. A munkaadó képviselője azt mondja, 4%-nál többen semmiképp nem akarták emelni a béreket. A szociális megfontolásokból azt mondtuk, hogy a kormány által előrejelzett infláció mértékét ennek a legrosszabbul kereső és ezért legnehezebb helyzetben lévő rétegnek ennek ellenére lehetne ellensúlyozni, és mint a 3% volt az előrejelzett infláció 2021-re, ezért mondtuk a 3%-ot, és akkor odáig jutottunk, hogy nekünk volt ez a 3%, a szakszervezeti álláspont az 5%-os minimálbéremelés volt, és hát ebből a háromból meg az ötből, hát úgy kicsit adódott, hogyha egyik fél se nagyon akar engedni, akkor valahol középen lehet megállapodni. Az emelésre a háromból két szakszervezeti konfederáció rábólintott. A Magyar Szakszervezeti Szövetség viszont nem írta alá a megállapodást. A Magyar Szakszervezeti Szövetség egy átfogó képet szeretett volna kapni arról, hogy a magyar munkavállalóknak a munkabére növekszik. Folyamatosan a reál értékét is meg tudja tartani, illetve a régió országaihoz képest is versenyképes marad. Jelen pillanatban csak lemaradásról tudunk beszámolni. Azzal, hogy a munkaadók megegyeztek a munkástanácsokkal és a liga szakszervezetekkel a minimálbérről, hatályba léphet a megállapodás. Volt már ugyanis arra példa, hogy nem volt egységes a szakszervezeti oldal, a kormány mégis kihirdette a többségi álláspontot.